Na, sziasztok mindenki! Itt a rossz játékos újra. Igen, szóval itt most a BIMNG játékban fogjuk kipróbálni azt a három kis polszkit, amit csináltam. Itt van. Ez az eredeti gyári motorral van szerelve. Lesz a következő, ami ugyanakkor és ugyanolyan fajta motor, mint a gyári, csak egy kicsit tuningoltam. Egész jól sikerült még a megcsinálni ezt az autót, szerintem. Nem annyira élethű, mint a Datsun 240, mert eddig arra vagyok a legbüszkébb, de egész jó. Na, akkor induljunk. Szóval ez az eredeti gyári motor, ahogy látjátok, hatalmas kerékcsikorgással és kerékfüstöléssel indult el, és hatalmas tempóval megyünk. Na jó, nem. Hopp. Viszont, hát, mit mondjak, haladunk vele. Ennyit tudok mondani. Nem igazán egy sportkocsi, pedig azért megvannak a papíron úgymond a sportkocsi ös felé. Jajajajaj. Hopp, az egyik lámpa. Na, szóval papíron sportkocsi felépítés, ugye, mert hátul van a motor, hátul a hajtás, szóval Porsche 911-nek is ugyanígy van, hogy hátul a motor, hátul a hajtás, szóval felvehetné a versenyt a Porsche-val, csak egy apróság, hogy ebbe egy 0,6 literes, eredetileg kéthengeres, de a BIMNG-ben nem volt kéthengeres motor, úgyhogy háromhengereset raktam, tehát nem egy az egybe reális. Szóval a gyári modell az egy nagyon komoly 23 lóerőt képes az aszfaltra szabadítani, míg a Porsche 911, hát az olyan, ennek ugye a 10-15 szörösét. Hopp, hopp, hopp. Álljunk meg, hopp, csak egy kicsit, jó. Szóval ennek a 10-15 szörösét képes produkálni. Mondjuk abba egy 3,6 literes boxer motor van, ha jól emlékszem. 3,6 vagy 3,3 már a modelltől függ, azt hiszem. Szóval ez a kemény 23 lóerőjével, hát annyit mondhatok, hogy körbe tud menni a pályán. Ennél többre nem igazán képes. Nem tudom, komolyan. Akkor ilyen autókat látok. Nem vagyok képes felfogni, hogy mi volt az alapkoncepció, hogy gyertek, csináljunk egy kis autót, amiben rakunk egy olyan motort, amivel abszolút minimálisan lehet menni. De hogyha négy felnőtt meg csomagokkal megtölteném, szerintem örülnék, ha egy 70-80-nal tudnék menni. Minek? Minek csinál ilyen autót? Elhiszem, hogy olcsó meg minden, de mégis mi értelme egy ilyen vacaknak? Elnézést kérek a Polski Fiat rajongóktól. Ahogy látom, a lökhárítót itt előle kicsit túl meghúztam, de nem baj. Na, szóval tényleg nem értem. Tehát a kommunista világban használt autók, azok mindig nagyon furcsák nekem. Eddig a legerősebb, amit csináltam, azt hiszem a Ladáé volt. Az is egy 1500-as motorból 72 lóerő. De a többi az... Mondjuk az sem volt egy hiper-szuper sportkocsi, mert 150-nel tud menni, azt hiszem a gyári. Na mindegy. Látszik, a kommunizmusban az autósport annyira nem volt híres, vagy nem volt támogatva. Na, ez a verzió, ez a rossz játékos művek által tuningolt autó. Megfigyeltetek a Ferrari tesztárosszás oldalsó vonalakat. Hát, ez már egy 80, ugyanabból a motorból, a 0,6 literes háromhengeres motorból. Na, ide milyen szép hangja van. Szóval ez már 82 lóerőt
produkál. Ezzel már lehet azért menni, és még elég stabilnak is tűnik, csak én nem vagyok eléggé jó. Szóval elég stabil is az autó, csak én nem tudom kezelni. Méghozzá azért stabil, mert tanulván az eddigi hibáimból most már nem áldozom fel a stabilitást a sebesség oltárán. De ennek nagyon tetszik a hangja, komolyan. Aj, de szép. Szépen pörgethető is. Na, ez már egy igazi kis sportkocsi. Miért nem ilyeneket gyártottak, komolyan? Ilyen lett volna az eredeti kis Polszki. Szerintem sokkal boldogabbak lettek volna az emberek. És mindig panaszkodtak, hogy jaj, hogy nyugati világgal nem vagyok képes felvenni a harcot autógyártás terén. Hát persze, mert fackokat csináltatok azért. Na. Na, gyerünk. Kicsit lehet motor. Na, de ezzel a kis 82 lóerős verzióval szerintem bárki boldog lett volna. Nagyon szépen megy. Csak én nem tudom rendesen vezetni. Szóval egy olyan valakinek a kezébe, aki tud is vezetni, szerintem igazi kis versenyautó lenne. Amúgy 166 km/h megy maximum, és a nulláról 100-ra valami 6,5 másodperc alatt gyorsul fel, azt hiszem. Jó, leállt a motor megint. Na, indulj be. Én nem akar beindulni. Igen, valószínűleg azért állt le a motor, mert a játékban azt hiszem van kuplung is eredetileg, azt viszont nem használok, és hogyha kuplung nélkül hirtelen fékezek, akkor az nem tesz túl jó, nincs túl jó hatással a motorra. Na szóval egy jó pilótával ez nagyon jól elvezethető. Hangja is szép. Na hát, ha ilyen lett volna az eredeti Polszki, senki nem akart volna Opelt vagy Mercedes-t venni. Minek, hiszen minek vegyen olyat, hogy az ő kis Polszkia is száguld. Na szóval 6,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Ez a gyönyörűség. Míg az eredeti motorral hát 105 km/h végsebesség és 2-3 nap alatt gyorsul fel 100-ra. Na és most jöjjön az, amire én a legkíváncsibb vagyok. Méghozzá a Kispolszki karosszériába bújt ördög. Ennek az volt a lényege, hogy minél erősebb motort rakni a Kispolszki karosszériája alá. Már alapjáraton, ha halljátok, már alapjáraton sokat sejtett ez a motor. Na, ebbe egy V8-as motor került, ott van a V hátul, itt ha látjátok. Szóval egy V8-as motor került, igaz, hogy csak egy literes, de valami 130 lóerőt tud, vagy 137 lóerőt, azt hiszem, és majdnem 200-al mész, szóval 198 km/h a végsebesség. Aha, na ez már megy. És mivel már nem voltam annyira hülye, hogy a stabilitás feláldozzam a sebesség miatt, mivel rájöttem, hogy mivel rájöttem, hogy igazából 1 km/h a különbség, a kamera az miért állítódik el? Tehát 1 km/h a sebesség különbség, mert lehet csinálni úgy, hogyha semmilyen a első meg a hátsó szárny semmilyen leszorító erőt termel, vagy hogyha 50% leszorító erőt termel, egyetlen 1 km/h, tehát őszintén annyiért nem éri meg, mert így legalább egy stabil kis autót kaptunk, nem azokat az instabil földmedvényeket, amiket eddig csináltam, és igazából a szélesebb gumi.
Na jó van. Szóval a szélesebb gumi is megéri, mert igaz, hogy nehezebb lesz tőle az autó, de sokkal stabilabb, tehát vezethetőbb az autó. Mert hogy a vékony gumik miatt, szóval a vékony gumik miatt magát a motor erejét sem lehet rendesen az aszfaltra vinni, úgyhogy inkább vastagabb gumi, egy picit nagyobb súly, egy minimálisan kisebb végsebesség, mert igazából azokon a kifli gumikon ment 198-at, míg ezeken a gumikon 197 a végsebesség, szóval igazából nem, 199 volt a végső gumikon, meg a nulla leszorító erővel, 50% leszorító erővel és egy normális méretű gumikkal pedig 198 a végsebesség, szóval gyorsulás meg ugyanannyi, szóval igazából teljesen lényegtelen, de legalább ez vezethető. Van egy olyan érzésem, hogy ha a kis gumikkal meg a nulla leszorító erővel jöttem volna, el sem tudtam volna indulni rendesen. Na jó, igazából csak azért pörlök össze-vissza, mert én nem vagyok képes normálisan vezetni ezt az autót. Nem mindig kiszakadt a hátsó kerék. De egy normális sofőrrel simán elmenne. Na, úgyhogy megtaláltam én is, hogy inkább leszorító erőre megyek, mint a normális gumikra. Végre már azt hiszem ez az negyedik vagy ötödik sorozat, amit így csinálok, úgyhogy már ideje lett volna megtanulni. De úgy látszik, hogy megtaláltam az ideális megoldást. Na hát remélem tetszett nektek eddig ez a sorozat is. Legközelebb egy újabb autót próbálok meg így újra kreálni. Gyári beállításokkal, meg a gyári motort feltuningolva, aztán meg maximális valami nagyon kimaxolt motorral újra. Hát, majd nézzétek meg azt is, mert biztos érdekes lesz. Remélem. Addig is sziasztok!